Na, sziasztok, rossz csontok! Képzeljétek, csak ülök, ámulok és bámulok. Szembe jött vele az utcán Leó. Azt mondja, 8000 sebzésem zölden. Én meg úgy leültem, és elgondolkodtam az élet értelmén, hogy parancsolsz? És tényleg, gyerekek, nézzétek meg, az a kép nem hazudik, zölddel 8009 a teteje. Méghozzá valami gyönyörűséges és csodálatos 1,32-es speedtel. Amire azt tudom mondani, hogy tudjátok, hogy milyen DPS az valójában? Ha hozzászámoljuk meg azt a 3,1-szeres crit sebzés szorzót, a 42%-nyi critet, valami hihetetlen pofonosztást kapok. És ebben a karakterben nem az az egész durva, hogy ott az a sok-sok 55-ös tárgy, ami ugye végtelen rúna mennyiséget feltételez, hanem az, hogy mellette még 8000 élet is van, 70% védelem, meg 40% ellenállás is, van ahol 48. Tehát azért gondoljátok végig, hogy milyen mérhetetlen munkamennyiség kell egy ilyen karakterbe, amikor azt mondjuk, hogy ez mind összeáll. 20000-es a villámcsapás alapja. Azért gondolkozzunk el. És nézzétek meg, villámcsapás és jéglövedék. Ugye, a Sigris már szett, Sigris már ruha, mindnek követeli a jéglövedék használatát. Már ezzel azért nem tudok egyetérteni, mert szerintem mérhetetlenül hiányozna az embernek a mágikus lövedék mana visszatöltő ereje. Ezt nem tudom, hogy bírod-e hiányolni, főleg így ebben a felállásban csak 100 manád van, tehát állandó mana hiányban szenvedsz, hogy a permanens jéglövedék elintézi a többit, ami úgysem kerül semmibe. Na ez az, amit én nem tudok felfogni ezen a hihetetlen képen, és csak csodálkozom. De még egyszer mondom, az a DPS, ami itt kimegy, gyerekek, az hegyeket bont le. És akkor még talomba vannak rakva ezek a kis mindenféle tökéletes csiszolt és szent rubinok, meg mi egy berubinok, onyxok, de tehát ez nagyon elgondolkoztató, hogy ilyen tartalékok vannak még ebben a karakterben, de ami a legdurvább, hogy úgy látom, hogyha most dragonoztál, vagy ki tudja, mit csináltál, de az a 8450 kizedett mag, azt miért ne vagy hajlandó amúgy beolvasztani a többi közé, vagy pont a felvétel kedvéért tartogattad? Hát, gyönyörű munka, csak gratulálni tudunk hozzá. Szóval a karakteret hihetetlen ellenálló, 8000 élettel meg 40 ellenállással bőven el lehet lenni már köztesben, ha az embernek mellette olyan undorítóan nagy DPS-e tud lenni, mint neked. Ez valami fantasztikum. Na nézzük is a következő képeket. Mit küldtél még? Négy soros sárga pecsét, oda nézzetek. Van benne 31% kritsebzés, egy sárga krites, meg egy sárga, gyönyörű sárga 31 sebzéses sor, és csak egy szint van benne. Hát én erre azt mondom, hogy valami klasszikusan gyönyörű tárgyat, műtárgyat látunk itt, úgyhogy érthető, hogy ezek a hatalmas számok hogy jönnek ki, és már látjátok, a crit sebzés 3,2-re ugrott fel. Oh my god. Tehát azért itt olyan DPS-ek, olyan bekritelt sebzéseknek kell látszani, amiről én és ti és az egyszerű földi halandók bizony csak gyermekjén álmodni tudunk. Gondolom, Dragon neked már vissza se üt, hanem nyűszítve lefekszik, hogy gyere, vedd el, amin van, és ezért tudsz ennyi hármas szintű tárgyát magadénak. Gyönyörű. Milyen furcsa az a... Furcsa és anakronisztikus ott az a válvért, de hát van, aki a sötétéjét is szereti és használja, tehát nem tudunk vele vitatkozni. Ugyanakkor ma maga a karakter kompozíció az engem mindenféle csodálattal tölt el, és ebbéli csodálatomnak hangot is adok. Gwenfara szellemleple, de jó, hogy ki tudtam végül mondani. Ugye a 10% speed, futás, ellenállás, igen, meg a hátasok gyors hívása, ez a tipikus 5v5-ös egyedi. Én azt mondom, hogy ez mindent ad, ami kell 5v5-be egy mágusnak, úgyhogy valami gyönyörű műtárgy, ugye egy nagyon szép karácsonyi kővel, meg még egy karácsonyi kővel, tehát egy fullos és egy részleges karácsonyi követ láthatunk. Hát ez a 100 védelem se kisebe, de neked még ezt is elnézzük, hiszen látjuk, hogy profi vagy a karakter építésben.
Na ez az öv, hoppá, van benne egy nem sárga sor, tehát ez az egyetlen rossz, amit el tudunk mondani róla, az a 300 krites érték az undorító. Hát ez fú. De alapvetően, hogy milyen gyönyörű, hogy három sorban megoldod a 4 soros krit értéket, és még oda azért az a 16% krit sebzés, az csak úgy beúszik magától unatkozva, szerényen áldogálva a sarokban, hogy én már alig teszek hozzá, de igen, 8000 sebzésnél egy ilyen bekritelés még zölddel is borzalmas. Ha rombit tesz fel, akkor meg az a 16% az annyit ad hozzá, hogy... Jaj... Komolyan, némán meg kell állni, és mi rosszat mondjunk Leóról? Hát nem tudom, majd kitalálunk valami gonosz pletykát, jó, hogy ő is legyen boldog. Na, gyűrű, tessék, mindenhol minden sárga. Hát, hogyha PvP-ben szembe jön veletek, és egy mozdulattal nyír ki benneteket, akkor tudjátok, hogy miért történt. Hát az ilyen tárgyak miatt, véreim, hát most egy ilyen gyűrűre mit tudsz mondani? Milyen reflexiód van? Mire mondhatod azt, hogy az... Nem, nincs. Lehorgasztott fővel elkullogsz. Tehát nem tudom. Tehát ez már egy másik dimenzió. Komolyan Leónak szégyelni kéne magát, mert ilyen dolgai vannak. Tehát egyáltalán ez olyan ez a karakter, mint komolyan egy ilyen régi oldtimer Bentley, hogy lezsírozzuk, lenejlonozzuk, eltesszük a garázsba, 3 évet egyszer elővesszük, megjáratjuk a szomszédok kedvére, lássák, mink van. Ezt már nem illik használni annyira, jó? Inkább kezd egy újat, az kezd újra, nem tudom. De érted? Szóval, na. Fű. Na nézzük. Vannak nem sárga soros értékek? Skandalum. Igen, tehát a másik gyűrű is ilyen, 3,2-es kritsebzés. Csak úgy szólok, fantasztikum. 1,34-en. Besza behú. Igen. Hát, ja. Dörökködnek a magas kritek. Valakinek egy egész tárgyában van ennyi krit, mindenki komolyan egy sorban, de... Jaj, szabad irigykedni, ugye? Jó napot kívánok! Crit speed, hát az a kő az azt jelenti, ugye a 6-ot is 3-ból raktad össze, tehát összesen 7 darab ilyen követ szereztél meg, úgyhogy így lett neked ennyi. Erre nem lehet mit mondani igazán, mert azt mondja, hogy így lett 26% plusz kicsebzésed meg 6% speedet pluszban. Nem hiszem, hogy ez annyira... rossz, hogy ez bármi, és én azt mondom, hogy ez egyszerűen tökéletes, úgy ahogy van, tehát nincs ezzel semmi vita. Én most csak gyönyörködöm, tehát ne is zavarjatok meg, kérlek. Engem most én el vagyok, sisakot bámultam, most mit fogok bámulni? Na, akkor nézzük meg, hogy ezt miért tette fel valaki. Igen, tehát azt mondja, hogy védelem életerő ellenáll. Ja, hogy a krit miatt. Aha, hogy 510 krit és az annyira kellene. Értem, hogy az annyit számított az a 4-4,5%. Hogy ez miatt megérte mondjuk egy nem dragon vállast feltenni. Na, az egy érdekes koncepció, de végül is az egyetlen vállas, ami kritet ad. Úgyhogy igen, tehát az ötlet alapvetően nem ördögtől való. És azért az 500 krit, az csak 500 krit. Mert 510. Na, így legalább értem a koncepciót, és átlátom a logikát. Hát, ha sebzünk, akkor sebezzünk. Ezt láttuk az előbb, akkor a következő képnek áldok neki. Na, azt mondja, Sigi örök védője. Na, tehát 2635 védelmi érték. Majdnem felrögtem hangosan kommenten. Mi a fenének ennyi szerencsétlen maginak? Ott már 40-30 és 20%-os kövek, valamint a két királyi kő, na ez se ingyen jött össze, azt azért tisztázzuk. Gyönyörű, és akkor minden jéglövedék, amely fagyhatás alatt álló elefet talál el, alaptonként 6 maximum 30 manával csökkenti a következő villámcsapás vagy fagyobb gönd képességi költségét. Nem, én mindig maradnék a fagyott gömbnél, fene villámozzon nekik. Igen, tehát ezt így megnéztük. 40-es tartóság, jó, hát lelke rajta. És akkor 250 krit, 10% jégellenállás, villámellenállás, és akkor az által okozott fagyhatás tovább tart, és akkor jéglövedék, 3 jéglövedéket lő ki. Hát igen, tehát igazából ja, de még mindig a mágikus lövedék van a visszatöltő képességének azon teljes hiányáról elmékedem magamban, miközben ezt a majdnem 14 millió runát nézem, ami egy királyi prémmel is sok az anyja, tehát jah.
Amúgy néztétek már, hogy Leónak két kutyája van? Kétszer verte végig az 5v5-öt. Feltűnt valakinek, hogy mekkora őrült? Mennyit kellett görnyedni ott a képernyő előtt? Majd egyszer figyeljétek meg a képei. Úristen, mekkora elszántság. Hát akkor egy Dragon kesztyű 9% sebzésével, plusz 31 sebzés. Ugye, klasszikus csoda? Tehát nincs is rajta mit csodálkozni, vagy gondolkodni. Egyszerűen van. Tehát ez a tipikus vagyok. Meg hát benne a kövek, hát azok se kutyák természetesen. Valamibe kössünk már bele, komolyan gondolkodom, valamibe le kéne kötni. Dragon csizmába. Hát igen, az a futás, ja mondjuk az PvE-ben annyira nem fontos, de gondolom neked ez is kényelmes, egy újabb királyi kianit, ami már nem fért bele a ruhába hatodik kőnek, szegényke. Na akkor haradjunk, Sigyörök szorítása. 800 krit, villámellenállás, kritsebzés, 55-ös szintre fölcsapva természetesen, hiszen így illik, és akkor benne a gyönyörű zafirokkal, ezen már csak úgy átugrok gyerekek, mert belekötni nem tudok. 416-os sebzés, aranyos, na nézzük a botot. Azt mondja 71 meg 69 az 141, meg az 57, a 198% sebzés plusz 120 sebzés, 2212 a teteje, és még mehetne följebb. Hát gyerekek, erre nincs mit mondani, erre a botra. Ez, hogy mák volt, vagy kraszt, én nem tudom, de a menne levő 92,3 millió rúnáról azt tudom mondani, az mák nem volt, az munka. Tehát, oh my god. Hát mindegy, gyönyörű. Én azt mondom, hogy ez a gyönyörűbbnél is gyönyörű. És akkor még kaptunk egy extra képet. Igen, a botról még egyszer. Fú. Hát igen, szerintem ezzel a képpel kell zárni ezt a videót. És azt mondani, hogy Leo Grimmag gyönyörűsége. Már hogy a Grimmag szerveré. Na, én azt hiszem ezzel zárom is ezzel a képpel ezt a videót. Elmegyek még magamban a sarokban álmélkodok egy kicsit. Ti pedig megtaláljátok ezt a videót is a Lady Sabrinán, a YouTube-omon, facebook.com/hermit honoldalra is nézzetek be. Kövessetek, iratkozzatok, föl, lájkoljatok, diszlájkoljatok, kommenteljetek, tegyétek a dolgotokat, én is azt teszem. Köszönöm, hogy megnéztetek, jövök még. Csövász, csőpacsi, sziasztok!